Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre ma hírműsorunkat látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Felszentelték a skanzen unitárius templomát. Népszámlálás. Szerda délelőttig meghosszabbodik az online kitöltési időszak. Képviselőtestületi ülés. Véleményezték az általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelölését. Felszentelték a Nyárád Gálfalvi unitárius templomot a Szentendrei Skanzen erdélyi épületegyüttesében. A templom szentelési istentiszteletre egyházi és világi személyek, valamint erdélyi vendégek is érkeztek. A szentmisét Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke celebrálta. A Nyárád Gálfalvi unitárius templom lett a Skanzen erdélyi tájegységének központi szakrális épülete, melyet október 15-én adtak át a nagyközönségnek. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyar Unitárius Egyház megállapodása alapján az unitárius közösség szertartások helyszínéül is hasznosíthatja a templomot. A felszentelő ünnepségen köszöntőt mondott dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszony, dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója, Elekes Botond, a Magyar Unitárius Egyházkerület főgondnoka, Fazekas Lajos Levente, a Magyar Unitárius Egyházkör esperese, valamint Prőle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője. Itt állunk ma a Skanzen erdélyi tájegységében, a Nyárád Gálfalvi unitárius templom ikertestvérében, amelynek párja 1757 és 1847 között épült. Ha ránézünk, oda hazaérezhetjük magunkat, ha ők néznek a másikra, ide haza vannak velünk. A kinti templom Isten segedelmével kiállta az idők próbáját, az ittenét pedig a kormány elkötelezettségének hála és a Szentendrei Néprajzi Múzeum remek szakembereinek köszönhetően sikerült csodálatos módon megalkotni. Mostantól e templom a fizikai hasonlóságon túl lelki értelemben is köteléket képez Szentendre és Nyárád Gálfalva között, magyarországi magyarok és erdélyi magyarok között, Isten és ember között. Jó, hogy itt vagyunk. Emlékeztessük tehát újra magunkat és egymást, nem választhat szét bennünket sem diktátummal kijelölt országhatár, sem politikai cselszövés, sem euró, sem lej, sem dollár. Mert mi, erdélyiek és anyaországiak, magyarok és székelyek, mi testvérek vagyunk. Mi ugyanazt az Istent hívjuk atyának, és ugyanazt a földet nevezzük anyaföldnek. E templom megszentelésével ez a kapocs, azt gondolom, még szorosabbra fűződik, és ahogyan az elmúlt évszázadban, úgy a következő százesztendőben is tovább kell őriznünk ezt a testvéri szeretetet családjainkban, közösségeinkben. Ha így teszünk, akkor bármilyen viharos időszak köszönt is ránk, azt egymásba kapaszkodva fogjuk átvészelni, és erősebben keveredünk ki minden bajból. Hisszük, hogy végre békesség köszönt majd ránk, én pedig kívánom, hogy ez a béke legyen veletek, velünk, mindannyiunkkal. Isten hozott benneteket itthon. Az unitárius az egyetlen magyar alapítású vallás, amely Erdélyben született meg. Erdélyben és Magyarországon jelenleg 70 ezer ember vallja magát unitáriusnak, közülük sokan ma is Erdélyben élnek, vagy ottani gyökerekkel rendelkeznek. A szentendrei épület szinte teljes egészében megegyezik a Maros megyei Nyárád Gálfalván található templommal. 1939 óta ez az első unitárius templom, amelyet a mai Magyarország területén építettek. Mi május 19-én ünnepélyes keretek között köztársasági elnökasszony részvételével megnyitottuk ezt a tájegységet, de ha azt kell, hogy ha egy skálán kellene nekem ezt értékelnem, akkor azt mondanám, hogy ez 99%-os megnyitás volt, mert az igazi megnyitás a 100% most történt meg. Mert amit mi áttelepítettünk, amit elhoztunk, épületeket, ezek csodálatosak. Ezek utolsó pillanatban tudtak megmenekülni a pusztulástól, az enyészettől. Ezek a tárgyak, ezek az interjúrök, amiket megvalósítottunk, szintén az utolsó utáni pillanatban tudtuk őket átmenteni.
De egy valamit nem tudtunk, az embert, az életet. És nekem igazából most itt az az óriási elégtétel és az az óriási öröm ennek a Szentlom szentelési ünnepségnek a kapcsán, hogy most az élet is beköltözött. Itt van a közösség, ahonnan elhoztuk, akiknek a kultúráját, a hagyományait próbáltuk áttelepíteni úgy, hogy ők otthon vannak, és otthon próbálják őrizni identitásukat, emberségüket, a világukat. És itt létrehoztunk egy másik teret, ahogy miniszterhelyettes azt, hogy mondta, egy iker pillanatot, ahol a kettő között valóságosan és szimbolikusan is egy hidat hoztunk létre. És hogyha a skanzen azzal, hogy kitalálta és megvalósítja a határainkon túli területek bemutathatóságát és bemutatását itt a skanzen területén, hogy nem csak ez a 10 millió ember, aki itt lakik az ország területén, hanem az ide látogató külföldiek is lássák azt a csodát, hogy mire képes a magyar teremtő kultúra, mire képes a magyar művelődés, akkor itt, ebben a helyzetben, ezen a helyszínen, ezek a kis, pici, apró, de mégis jelentős sikerek adják igazából azt az elégtételt és azt a megelégedettséget, hogy jó úton járunk. A skanzen főigazgatója, dr. Cseri Miklós munkatársaival közösen 23 éven át dolgozott az erdélyi tájegység kialakításán. Ez a múzeum eddigi legnagyobb vállalkozása, amely végső formájában több, mint 140 létesítményből áll majd. Az eredeti épületek hiteles másolatai nem csak fizikailag, hanem szellemiségükben is képviselik az erdélyi magyarok kultúráját, identitását. Minden épületnek és minden kiállítási szituációnak, amit tetszenek majd látni a mai nap során és a későbbiek során is a kiállításunkban, azok több jelentéstartalommal bírnak. Mesélnek csak magáról arról, hogy milyen egy posta, vagy egy rökösbolt, vagy éppen egy patika, vagy egy kávézó, de ugyanakkor mögötte ott vannak azok a helyzetek, szituációk, amelyekre választ kerestünk a nagy kérdésekre, amelyekkel választ kerestünk a nagy kérdésekre. A nagy kérdés pedig így hangzik. Milyen életstratégiák mentén próbálta a kisebbségbe szorult erdélyi magyarság, a körülbelül a hozzávetőlegesen 2,5 millió ember megmenteni, megőrizni saját identitását. Ez az egyik nagy keret, és a másik nagy keret, melyek voltak azok az indokok, amelyek miatt mégsem sikerült. Hiszen most ugye népszámlálást tartanak Erdélyben is, Romániában is, és hát reméljük, hogy 1,1-1,2 millió lakost összetudunk majd számolni. Tehát ezek a nagy kérdésekre itt nekünk, a magyaroknak, az itteni magyaroknak válaszokat kell adnunk. Mert nem mindig jó információk vannak az emberek birtokában. Még mindig sokan úgy gondolják, hogy székelyfaris nyelvon kalappal szántanak és vetnek, és úgy mennek dolgozni az emberek. Tehát, hogy ezeket a sztereotípiákat úgy lebontani, hogy az értékeket, a rossz sztereotípiákat lebontani, hogy az értékeket viszont megőrizzük, és megmutassuk, hogy mi is a sorsa ennek a népcsoportnak, ez a honfitársainknak, magyar társainknak, határaikon túl, ez egy nagyon kemény feladat. A hálaadó istentiszteletet Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Kríza János, a Magyarországi Unitárius Egyházkerület püspöki helynöke, dr. Szent Iványi Ilona, a Pest-Szent-Lőrinci Unitárius Egyházközség lelkésze, valamint dr. Cire Szabolcs, a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkésze tartották. Itt ebben a csodálatos néprajzi múzeumban, skanzenben, ahol nem a látvány fontos csupán, hanem az a mélység, a mögöttes valóság. Az, ami megjelenítődik ezek által. És a kiválasztásuk, az, ami itt van, az éppenséggel ugyanígy jelkép, ugyanígy szimbólum, ugyanígy üzenet. És az, hogy éppen az unitárius templomot választotta ki az akkori vezetőség, és ezzel, ahogy én mondom, az unitárius egyháznak
az utóbbi idők egyik legnagyobb szolgálatát tették, és ehelyről is megköszönöm a főigazgató úr. Mind azért történt, mert ha Erdélyt valójában a maga szellemiségében, a maga mélységében, lelkiségében akar megjeleníteni, épületeivel és életterével, akkor mi lehet más a vallások bemutatása vonatkozásában, hanem az egyetlen Erdélyben alapított egyház, az unitárius egyház. Az épület belső terében kézzel fogható a berendezések purítán egyszerűsége, megtekinthető a szószék és az úrasztala mellett a templom fűdísze, a szószék korona. A skanzen Nyárád gálfalvi temploma nem csupán kiállítási tárgy. Felszentelt templomként az unitárius vallásúakat szolgálja, amelyben istentiszteletet, keresztelőt és esküvőt is tarthat a közösség. A népszámlálási kérdőíveket eredetileg október 16-a éjfélig lehetett önállóan az interneten kitölteni a postán megkapott 12 jegyű belépési kód megadásával. A nagy érdeklődés miatt azonban a Központi Statisztikai Hivatal úgy döntött, meghosszabbítja az online adatszolgáltatási időszakot, vagyis a kérdőívet október 19-e délelőtt 10 óráig lehet az interneten kitölteni, így még többeknek nyílik lehetősége önállóan online megválaszolni a népszámlálási kérdéseket. Az internetes kitöltés továbbra is a válaszadás legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb módja. A kérdőív kitöltésről minden információ fellelhető a népszámlálás2022.hu-n. Véleményezték az általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelölését a múlt hét szerdai városi képviselőtestületi ülésen. A Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum közalapítvány felügyelőbizottságába Vince László helyére dr. Tardi Molnár Annát választották meg. Folytatjuk összefoglalónkat. Szentendre város önkormányzat képviselőtestülete 13 igennel megállapította, hogy a jegyzői nyilvántartásban a szentendrei lakó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi bontásban a következő. Szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium 8 fő, Izbégi általános iskola 1 fő, Szentendrei Barcsai Jenő általános iskola 10 fő, Templomdombi általános iskola 1 fő. Császár András több célú közoktatási intézmény Bárci Gusztáv tagintézménye 1 fő. Továbbá a Grémium a 2023-24-es tanévre készített általános iskolai körzethatárokkal kapcsolatosan határozatban javasolta a Váci Tankerületi Központnak, hogy a Szentendrei Barcsai Jenő általános iskola felvételi körzetébe kerüljön be a Menta utca is. Továbbá észrevételezte, hogy a Ménes utca kétszer szerepel a Barcsai iskolánál. A következő előterjesztés az a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról szól. Ugye itt egy település kilépett Budaörs, és egy település pedig belép Pécel. Erről kell döntenünk, hogy ezt tudomásul vesszük és jóvá hagyjuk. Képviselőtársaim tudják a véleményemet, hogy nagy reményekkel kértem, hogy lépjünk be ebbe a társulásba. Én továbbra is fenntartom a véleményem, hogy egy rövid időn belül ebben az évben konkrétan nem lesz változás ennek a működésével kapcsolatban, akkor én azt javaslom, hogy a jövő évben hozzuk meg azt a döntést, amit például most itt Budaörs is, hogy ebből az önkormányzati társulásból lépjünk ki, mert eddig nem sok hasznát láttuk. De most az előterjesztés határozati javaslatáról kérem, hogy szavazzunk, mert úgy látom, nincs hozzászólás. Úgyhogy kérem akkor a szavazás indítását. Tizenhárom igennel egyhangulag elfogadtuk, köszönöm szépen. És a következő előterjesztés, ez az Európai Városokkal, a Városokért programra, az Élhető Városokért konzorcium keretében a fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbudán, Újpesten és Szentendre területén, ennek a koncepciónak az elfogadásáról szól.
A testület elfogadta az elkészült beruházási koncepciót, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szükséges szerződések aláírására. A projekt célja, hogy Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén minél hatékonyabban használják fel a villamos és hőenergiát, illetve minél nagyobb megújuló energiatermelés valósuljon meg. A sikeres pályázat az alapja a konkrét beruházásnak, amely jelentősen csökkentheti a város energiaköltségeit. Megválasztották a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum közalapítvány felügyelőbizottsági tagját. Vince László lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról, és egy új tagot kell választani, és dr. Tardi Molnár Annát javasoljuk, illetve rövidesen lejár a többi tagnak is a megbízatása, és kérem a képviselőtestületet, hogy dr. Beregnyei Józsefnét és Kerezsi Csabát pedig erősítsük meg, és újabb 3 évre bízzuk meg a felügyelőbizottsággal. Erről szól a határozati javaslat. A testület jóvá hagyta a határozatot. A szerdai ülés összefoglalóját holnapi híradónkban folytatjuk. Csütörtökön kezdődik a Barackvirág utca csapadékvíz elvezetésének kivitelezése, olvasható a szentendre.hu-n. Az uniós alapokból finanszírozott beruházás során mintegy 500 méter hosszan építik ki a csapadékvíz elvezető rendszert a Barackvirág utca, Kankali és Ady Endre út közötti szakaszán. Múlt héten megkezdődött a beruházás előkészítése, cserjeírtással és a terület megtisztításával, írják a portálon. Elkészült az előzetes ütemterv, szakaszonként félpályás útlezárásra lehet majd számítani. A projekt részleteiről az érintett ingatlan tulajdonosok közvetlen tájékoztatást fognak kapni, a kivitelező személyesen egyeztet a gépjárműbehajtókról, szükség esetén az önkormányzat bevonásával. További információk a szentendre.hu-n. Az okozott kellemetlenségek miatt türelmüket kérik. Végül a várható időjárásról. Kedden helyenként ismét párás, ködös lehet a reggel, de napközben mindenhol sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer röviden. Felszentelték a Nyárád Gálfalvi Unitárius templomot a Szentendrei Skanzen erdélyi épületegyüttesében. A Központi Statisztikai Hivatal szerda 10 óráig meghosszabbítja a népszámlálás online adatszolgáltatási időszakát. Véleményezték az általános iskolák felvételi körzet határainak kijelölését a múlt hét szerdai városi képviselőtestületi ülésen. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Párosan szép című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!